Valami nem oké Csabival. Túl sokat agyal. De min? Azon, hogy mindenki hagyjon békén. Fáradt vagyok. Csacsikám, ügyes vagy, okos vagy, bármit eljátszol. Fanni, azért ez nem olyan vicces. Tényleg valami van. Csabival. Csók, Márti néni. Szervusz, Csabikám, ennyi volt mára? Ennyi. S mitől a nagy jókedv? Jókedv, Márti néni, az csak illúzió, akár az idő. Hát nincs. Hát játék van, meg szerep van, meg lidércálom. Hát azt meg úgy hívják, hogy valóság. Ajaj, víz helyett nem pálinkát töltöttek neked a kellékesek? Szerintem menj utána. Beszélj vele. Küzdök a szereppel. Ennyi. A rendező? Igen. Azt hittem, hogy simán meg tudom csinálni. Miért ne tudnál megcsinálni? Nézd rá egy politikusra. Csak a politikusok máshogy játszanak. Csabi, jó leszel. Meg tudod csinálni. Nyilván, valahogy. De mi van, ha már nem is akarom? Mennyire örültél, amikor megkaptad? Rögtön felhívtál, hogy nagy szerep, címlapsztori, meg mindenki felfogismerni. De rohadtul nem erről szól, Fanni. Nekem teljesen más számít. Érted? Érted egyáltalán, hogy miről beszélek? Az egész személyiségemet fel kéne adni. Csabi, én... Nem értem, mi van veled, haver. Persze, hogy nem könnyű. Nem te vagy. De csak egy szerep, amikor azt mondod, hogy... Á, üdvözlöm! Itt van a pénz. Nagyszerű. Ne aggódjon. Jó kezekben lesz. Mi a fasz van veled, Csabi? Két hónapja próbáljuk ezt a darabot. Még a főpróbán is elbaszod. Mi a bajod ezzel a szereppel? Min csúszik el ez folyton? Min? Hogy nem találom benne az embert. Azon. Awesome.